mellett álltam, balzsamú pillatú szellőben, susorogtak az ávak, és mosolyogtak a tűzpiros! Thank you.
Yeah!
A Sheltopuzikról, jó? Ezt szerintem senki nem ismeri. Valaki Sheltopuzik. Jó, akkor mondom, hát ez egy lábatlan gyík. Nem kígyó, tévedés ne esik. Lábatlan gyík. Addig keressétek meg a állját létezőség. Szóval valahol a Volga mentén találták meg, ilyen Volga folyóvizeinél, és orosz parasztok nevezték el Sheltopuziknak. Ez ilyen oroszos név, Sheltopuzik. Nagyon kell vigyázni, mert ha Magyarországon egy bozótosban összeakadunk vele, akkor nehogy összetévesszük a kígyóval. A kígyó az K alakú, a Sheltopuzik S alakú. Körülbelül 1 méter hosszú, 10 centi a feje, 30 centi a teste és a többi farok. És tényleg van látható, nagyon pici, tehát gyakorlatilag akkor, mint egy pikkelyke, egy minimális, tehát 1 milliméternyi, csigákkal, vakondokkal, egerekkel táplálkozik, egyébként úgy öli meg őket, hogy elkezd forogni irgalmatlan sebességgel, és akkor elszédülnek az áldozatok. Nagyon jávorfajta, egyébként nem is hegyes, hanem tompafogai vannak. Nagyon jávor és szelíd teremtés, úgyhogy nagyon kell vigyázni, ha például a keblünkre teszünk, nehogy Sheltopuzik ott melengessünk. Érdekel ez egyáltalán valakit? Érdekel ez itt valakit? Thank you.
Éhes voltam, enni kértem.
De mit lehet itt tenni? Éva egy sertopuziktól kérdezte, hol van itt valami ennivaló? És itt a kulcsmondat, a válasz. A kert közepén. A bűn szimbólum.